Ezt a növényt kutyás berkekben csak toklásznak nevezik. A kalászos virágú gyom az ebbtartók és kedvenceik egyik fő ellensége. Az állatok fülébe, mancsába, a lágy bőrrészek alá fúrja magát, és ezzel súlyos, gyulladásos sebeket okoz. A növény struktúrája miatt ugyanis csak befele tud haladni. Nyílszerű vége fájdalmas sérüléseket idéz elő, amelyek akár bakteriális fertőzésekkel járnak. A gyulladt részből a növény kalászos fejét gyakran csak altatásban vagy bódításban lehet eltávolítani. Még ha mikroszkóppal megnéznénk, akkor lehetne látni, hogy ezeken a szálakon is pici kis apró horgok vannak, amik visszafelé nem engedik csak mindig egy irányba menni. Most ez többféle növénynek, a többféle kalászos növénynek a termése néz ki így. Az a kellemetlen tulajdonsága van, hogy mindenféle testnyíláson képes behatolni, és hogyha elindult egy irányba, akkor nem tud megfordulni, mindig csak megy egy irányba. Például az orrüregbe, az orrnyíláson keresztül bemehet, ez sokszor még egy viszonylag szerencsésebb kimenetele is lehet a dolognak, mert ha az orrba bemegy, megy fölfelé, szerencsés esetben eljut a garathoz, és akkor az állat lenyeli, vagy kiköhögi, és akkor ettől meg is szűnt a probléma. Kevésbé szerencsés esetben elakad valahol az orrjáratban, és akkor csak orvosi eszközökkel lehet eltávolítani. Ami a leggyakoribb, talán a fül, ugye hallójáratba is bemegy, ott, ha egyszer bemegy, az magától nagyon ritkán szokott kijönni, tehát ez általában megint csak speciális műszerekkel észlelhető, megfigyelhető, és utána megint speciális műszerrel távolítható el, amihez az esetek jelentős részében akár el is kell bódítani a kutyát. A hosszú fülű spániel Málna egyik fülét éppen ezért kellett műteni. Pár évvel ezelőtt egész hallójáratát eltávolították, toklász okozta fertőzés miatt. Idén nyáron pedig másik, még épp fülébe fúrta bele magát egy ilyen gaz, amelyet műtéti körülmények között operáltak ki. A kontroll alkalmával dr. Pap Antal állatorvos, a talpas állatorvosi rendelő vezetője elmondta, rendkívül nehéz a toklász ellen küzdeni. Nem kell azonban feltétlenül testnyílás ahhoz, hogy a toklász elinduljon. Például a lábujjak között is meg tudja találni a maga bemeneti kapuját, meg tudja csinálni a maga bemeneti kapuját, tehát képes arra, hogy a lábujjak közötti vékony bőrön keresztül befurakodjon a bőr alá, és a lábujjak között elinduljon fölfelé. Ez talán a legkomiszabb és a leghálátlanabb területe a toklász vadászatnak, így állatorvosi szempontból, ugyanis pillanatilag én nem tudok olyan képalkotó módszerrel, amivel egy toklászt egész pontosan be lehetne határolni, hogy az pontosan aktuálisan hol tartózkodik. Tehát a röntgenfelvétel az nem mutatja meg, ultrahangvizsgálattal sem lehet pontos képet nyerni róla. MRI vizsgálattal el tudom képzelni, hogy be tudnak határolni egy toklász, de hát az megint csak nem a gyakorlatias része a mindennapi praxisban. Tehát ha elindul fölfelé, általában onnan lehet észrevenni, az állat nagyon-nagyon nyalogatja, piszkálja a pracliát a lábujjai között, és ha megnézi az ember, ott találni lehet egy piros, duzzadt, szőrhiányos területet, aminek a közepén előbb vagy utóbb keletkezik egy nyílás, amiből genny, vagy vér, vagy egy genyes váladék szivárog. Ezen a nyíláson keresztül egy speciális csipesszel benyúlva szerencsés esetben meg lehet fogni a toklászt és el lehet távolítani. Kevésbé szerencsés esetben meg nem lehet, nem találja az ember, és akkor még egyszer vissza kell jönni a kutyával, és még egyszer vissza kell jönni, tehát ez egy nagyon frusztráló és sokszor kevés sikerélményt nyújtó területe az állatorvosi pályának, a toklász keresés az állat bőre alatt. A séták során érdemes a toklászos helyeket kerülni, már ha ez lehetséges. A rövid szőrbe a növény nehezebben fúrja be magát, nyáron a rövid frizura a meleg mellett ezért is célszerű. A hosszú fülű állatoknak már több helyen lehet varratni vagy vásárolni sapkát, de zokniból, kendőből akár otthon is készíthető ilyen viselet. Hazaérve a gazdának alaposan meg kell vizsgálnia a kutyája tappancsát, lábainál, hasánál található lágyabb bőrrészeket, a fülét és a nyakát is.